A márciusi ifjak legendáját minden magyar ember ismeri. Az ifjak hősies kiállása a magyar szabadságért máig a magyar történelem legfontosabb momentuma, amelyben a magyarok nem nyitnak vitát. A filmtörténet is számos alkalommal vászonra vitte az 1848-as szabadságharc történéseit. A Most vagy soha film arra vállalkozott, hogy 21. századi köntösben izgalmas kalandfilm formájában mutassa meg, mi is történhetett 1848. március 15-én. A premiéren jártunk. A Most vagy soha című történelmi kalandfilm egyetlen nap eseményeit mutatja meg. Március 15-én, amikor kora reggel Petőfi a Pilvax kávéházba érkezett, még nem tudhatta, hogy a magyar történelem egyik legfontosabb napját éppen ő és barátai alakítják majd. Akartok-e magyarul élni, dolgozni? Szeretni? Nem hagyom, hogy ezek a suhancok a feje tetejére állítsák a várost. Az osztrákok egyesével vadásszák majd le a barátaim. Ki sosem álmodt? Ünnepi hangulatban mutatták be az alkotók jelenlétében a március 15-i eseményekről és az egyik főhőséről, Petőfi Sándorról íródott filmet. 900-an érkeztek a filmpremiérre. A Hír TV munkatársai már hosszú ideje várták az 1848-as országot meghatározó történelmi kalandfilmet. Én arra számítok, hogy egy nagyon jó film lesz, és amit előzetesen lehetett hallani, ugye mindenki tudja, hogy aznap mi történt, szinte kívülről tudjuk a tankönyvekből, meg mindenkitől. Várok egy kis fikciót is benne, ami úgy tudom, hogy lesz is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt a kettőt hogy hozzák majd össze, de én bízom benne, sőt, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz és élvezetes lesz. A filmmel kapcsolatban is sokat beszélgettünk Filippel a műsorfelvételek előtt, alatt kevésbé, de utána. És pont arról beszéltünk, hogy nagyon-nagyon nehéz egy olyan filmet elkészíteni, különösen magyar nézők számára, hogy az történelmileg hiteles tudjon maradni, ugyanakkor megfeleljen a 21. századi filmgyártás követelményeinek izgalomban, pörgésben, cselekményben. Én most erre vagyok nagyon kíváncsi, hogy hogy sikerült megtalálni ezt az egyensúlyt. Ennek az egyensúlynak a fenntartása a forgatókönyvírók számára is komoly feladatot jelentett. Nagyon fontosnak találtuk azt, hogy időközben kontrolláljuk magunkat, írókat, hogy minden, ami ezekkel a fiúkkal történt, azt meg tudjuk mutatni úgy, ahogy történt. De miközben azért ez egy játékfilm, ezért aztán bele kellett engedni a fantáziánkat. Ez egy bonyolult mátrix, de úgy tudnám elmondani, hogy ami a márciusi ifjakkal történt, azt mindent elmeséljünk, és azt, hogy ez hogyan történt meg velük, vagy milyen akadályokon mentek keresztül, oda be tudjuk tenni azokat a fikciós szálakat, amik ugyan akadályozni tudják valamelyest történet folyamát, de megváltoztatni nem tudják. A több éves álhatatos munka ezen a premiéren nyer értelmet az alkotók számára. Az izgalmat a film producere sem tagadja. Elmondani sem tudom, mint valami első bálozó, vagy én nem is tudom, mihez hasonlítható ez az érzés. 5 esztendővel ezelőtt írtuk le Vajkal ennek a film forgatókönyvnek az első mondatait. A film osztatlan sikert aratott. Szenzációs volt a film, érdemes mindenkinek megnézni. 2 óra tömény izgalom, ajánlom mindenkinek, kortól függetlenül. Nagyon tetszett a film. Mi tetszett benne? Grandiózus, monumentális, megható, hát borzongató, igazi libabőrérzés. A történelem könyvekből minden generáció jól ismeri a március 15-i eseményeket. Ennek ellenére a film egy összetettebb élményt nyújt. Egy olyan témát dolgoz fel, aminek szinte minden részletét tudjuk kívülről, ezzel nőttünk fel, és mégis tudott újat nyújtani, és olyan érzelmeket kiváltani, amit nem gondoltam, hogy ki fog. Fú, én még most is a hatása alatt vagyok, különösen a vége jelenetek, amikor úgy összekapcsolod a történelmi tanulmányaidat azzal, amit éppen átéltél a filmvásznon, és úgy megérkezik, hogy igen, ezekkel a fiatalokkal, aztán a legtöbbjükkel az történt, hogy az életüket adták ezért az ügyért, és jó volt így látni ezt megelevenedni. A nagy költségvetésű film képi világa a legtöbb néző számára lenyűgöző. Képileg annyira szép nagyon volt. Nagyon szép volt. Tehát, hogy én mindig a képkockákat figyeltem, Dobos Tamást ismerem, aki ezeket a gyönyörű képeket alkotott, úgyhogy nagyon jó volt. Ez egy jól nézhető film volt. Azt, hogy a valósággal milyen kapcsolatban van igazán, azt nem tudom, de nem is érdekel. Egyszerűen jó volt megnézni, és jó film. Ez egy jó film, ajánlom mindenkinek. A film a magyarság egyik legfontosabb történetét dolgozza fel a 21. század eszközeivel. Szerintem mindenkinek látni kell.